Öreg diákok gyülekeznek a Széchenyi István Római Katolikus Technikum és Gimnázium épülete előtt. A találkozó célja az volt, hogy megemlékezzenek az osztály 50. évfordulójáról. Az eseményre az osztályfőnök is eljött. A 85 éves Sós József elmondta, mi a titka a régóta fennálló közösségnek. Az, hogy rendkívül jó szellemű gyerekek voltak gyerekkorukban is, nem volt klikkesedés, nem volt osztály tagok közötti ellentét, és ez a mai napig tart. Ez csak a gyerekek lelkületéből fakad ez. Vince Anna, a német tagozatos gimnázium volt tanulója, vállalta magára az osztálytalálkozó megszervezését. Mint mondta, az iskolában eltöltött 4 év fiatalságának legszebb időszaka volt. Tudnám sorolni azt, amikor tanulmányi verseny volt, vagy színházba mentünk, vagy őszi munka volt, vagy egyszerűen csak együtt voltunk, mert szerettünk egymással lenni. És szerintem egy jó közösségnek a nyitja egyetlen egy szó, a szeretet. Mert ha az van, akkor minden van. Mert az felülír mindent. Viszont ha nincs szeretet, akkor nincs semmi. Az esemény egy rendhagyó osztályfőnöki órával folytatódott. Az öreg diákok egy 50 évvel ezelőtt palackozott borral ajándékozták meg a volt osztályfőnöküket. Majd azokról az osztálytársaikról is megemlékeztek, akik már nem lehetnek közöttük. Az elhunytak tiszteletére fehér galambokat röptettek az osztályterem ablakából.